látható a végeredmény. Lesülyeztett kerti csap. Gyakorlatilag így néz ki. Itt van a szerepház, amiben az átkapcsoló rendszernek a vezérlése működik, tehát a hálózati víz és a ciszternából jövő víznek a kapcsolása, attól függően, hogy a ciszternában van-e víz vagy sem. Itt van az esővízgyűjtő, benne a szondával, szivattyúval, szivattyúnak a kapcsolószekrénye, és itt található a nyakmagasítása, a esővíz szikasztó szűrőjének, ami itt van lent. Egy ilyen kis fémeszközzel lehet lenyitni ezt a kupakot, amiben benne van, ami alatt a szűrőkosár található. A fedelek le lesznek rögzítve, hogy gyerek biztos legyen. A terepet így hagytuk magunk után. Szemetet összeszedtük. Így néz most ki átadáskor az esővízgyűjtő.